is érkeztünk kirándulásunk célpontjához, Budapestre az Alkotmánybírósághoz. A mai nap több szakmai előadást fogunk meghallgatni, illetve találkozhatunk az Alkotmánybíróság elnökével is. Vagyunk az átvizsgáláson, ahol a filmdetektorral átnéztek minket, illetve minden holminkat, most pedig megyünk tovább az előadásokra. Sőok Tamás elnök úr tartott nekünk egy előadást az Alkotmánybíróság működéséről, illetve láthattuk a teljes tanácsüléstermét. Az ebédünk elfogyasztása után volt lehetőségünk kijönni az Alkotmánybíróság tetőteraszára és gyönyörködni a csodás budapesti panorámán. Tilk tanár úrral beszélgetek éppen a kirándulás szervezőivel, illetve koordinátorával az alkotmányjogi tanszékről. Tanár úr, azt szeretném megkérdezni, hogy így az este végén hogyan értékeli a kirándulást? Én azt gondolom, hogy egy sikeres rendezvényen vagyunk túl. Szép számmal jöttek el hallgatók, gyakorlatilag majdnem minden évfolyam képviseltette magát. UTDK-n indulók, opponensek, csak TDK-s hallgatók. Ugye két program volt, egyrészt a délötti programon Súlyog Tamás, az Alkotmánybíróság elnöke fogadta a csapatot, bemutatta az Alkotmánybíróságot, a múltját, a hatásköreit, jellegzetességét, mindenféle sajátosságról tájékoztatást adott, majd a házat is megtekinthettük Szabó Attila kabinetfőnök úr segítségével, majd a délutáni programban megint csak egy hasonlóan érdekes eseményen esettek túl a hallgatók, és Stumpf István alkotmánybíró úr, aki önmagában a jelenség, tájékoztatást adott alkotmányossági kérdésről, aktuális problémákról, a jelenleg folyamatban levő ügyek egy részéről, tehát azt gondolom, hogy mindenféleképpen megérte a hallgatóknak eljönni ide és ebben az élményben részesülni. Sokan azt mondják, hogy az Alkotmánybíróság, mint szakma, vagy mint hivatás, a jogász hivatás csúcsa. Nehéz kijelenteni ezt így, hogy önmagában csúcs, mert viszonylag kevés embert érint, 15 alkotmánybírót érint, ez a jogász társadalom nekem egyrésző százaléka, de az biztos, hogy egy magas szintű képzettséget igénylő tevékenységről van szó, és viszont valóban rendkívül fontos, hiszen az alkotmánynak a védelmét szolgálja, és oda a lehetőség szerint a legfelkészültebb személyekkel, hogy bekerüljenek, hiszen a felelősségük igen magasabban, hogy a jogi háttér megfeleljen az alkotmánynak, és most már a bírósági döntések is. Hogyha minden igaz, az Alkotmánybíróságnak van is egy majdnem hogy aktuális pécsi kötődése, mesélne erről nekünk pár szót? Az Alkotmánybíróságnak viszonylag sok pécsi tagja volt korábban, a legutolsó tagja viszont már sajnos 2 éve nem tag, ugye Kis László alkotmánybíró úr 2005 már több ideje, hosszabb ideje nem tagja, 2016 óta nincs pécsi alkotmánybíró, viszont Kis László alkotmánybíró egy fogalom volt magán az Alkotmánybíróságon is, hiszen egyrészt 2 ciklust is betöltött, 18 évig volt alkotmánybíró a professzor úr, és hát rengeteg pécsi joghallgatót látott vendégül. Korábban is voltak pécsi bírók, Ádám professzor úr az alapító bírók között foglalt helyet, de csak említésképpen Herceg Géza és pécsi kötődési volt, helyettes elnök volt, Lábadi Tamás, sajnos nincs köztünk, Pagi István alkotmánybíró, tehát nagyon sok pécsi bíró volt, jelenleg sajnos nincs pécsi alkotmánybíró. A buszon több embertől hallottam, hogy szerintük minden joghallgatónak el kéne egyszer jutni egy ilyen, vagy valamilyen hasonló jellegű kirándulásra. Erről mit gondoltak? Ja, azt gondolom, hogy valamennyi joghallgatónak egyszer biztos, hogy célszerű eljutni az Alkotmánybíróságra, mint ahogy más jogterületeket is, vagy más intézményeket is jó, ha megtekintenek. Igen, valószínűtlen, hogy a joghallgatók nagy része az Alkotmánybíróságon fog dolgozni a későbbiekben, hiszen ez egy nagyon szűk stáb, egy nagyon kis létszámú testület, a háttér munkatársak száma is viszonylag csekély, de azt gondolom, hogy a bíróságok, az ügyvédség, az ügyész és közigazgatási szakma mellett egy ilyen kis desszertet is érdemes megtekinteni.
valóban egy töbletet ad, és segítséget nyújtat ahhoz, hogy más jogágak háttérét esetleg megértsék, és azoknak a műveléséhez vagy gyakorlatához többlet információkhoz jussanak. Tehát biztos, hogy megérvéssel kell jutni egyszer egy joghallgatónak az ágéra. Köszönjük szépen mind az interjút, mind pedig a kirándulást, úgy gondolom mindenkinek a nevében kijelentettem, hogy egy nagyon-nagyon jó programon vagyunk túl. Köszönjük szépen! Mint azt láthatjátok, megérkeztünk az egyetemhez, bár most már este van, igazából gyakorlatilag egy egész napos kiránduláson vettünk részt, de úgy gondolom mindkettőnk nevében mondhatom, hogy nagyon sikeres volt, nagyon élménydús és nagyon inspiráló is, főleg egy jogászhallgató számára. Hogyha nektek is tetszett a videó a kirándulásról, akkor mindenképpen kövessetek minket YouTube-on, az Instagramon és lájkoljatok Facebookon. Sziasztok! Sziasztok!